Volt olyan szöveg, amit valaki végül nem fogadott el tőled? Mert úgy érezte, hogy az nem az övé? Tehát ilyen előfordult? Hát olyasmi volt, hogy írtam valakinek szöveget, és akkor kért benne javításokat. Hát, hogy ne legyen név nélkül, Konzsuzsa gyakran kér. Tényleg? Persze. Könnyű vele így együtt dolgozni? Na, mindenre kiterjedő figyelme van, és nagyon megválogatja azokat a szavakat, amiket ő hajlandó a színpadon elénekelni. És én néha egy kicsit vadabbakat írok, és akkor ő azt mondja, hogy értsen meg, hogy ezt ő nem énekelheti. Amikor az éle száll, felerősödnek az érzések. Emberek milliói tekintenek a semmibe, vagy inkább alszanak, hogy meneküljenek az érzések elől. De van, aki tudja, hogy a vers segít. Kimozdít a mélypontból, kimondja, amit nem merünk, és megmutatja, hogy nem vagyunk egyedül. Minden alkalommal egy ismert vendég mesél egy vers kapcsán az életéről, és arról, hogy mit gondol a világról. Csak őszintén. A sorok között. Ma Bródy Jánossal találkozom. A rock legendával arról beszélünk, mi maradt meg a régi barátságokból, miként látta egykor is ma az országot, hogyan tekint vissza eddigi életére, és hogy kapaszkodott fel Ady Endre nyomán az Illés szekerére. Könnyű zene Magyarországon volt az Illés zenekar előtt is, de mondhatnánk viccesen, hogy minek. Mert hogy a valódi beat zene, a valódi rock and roll Szörényi Leventével és Bródy Jánossal született meg. Ezeknek ugyanis már nem csak zenei jelentősége volt, hanem szövegileg is nagyon sokat tudtak adni nemzedékről nemzedékre, és tudnak ma is, mert hogy ezek örökérvényű szövegek. De ha azt mondom, hogy egy olyan ember a vendégem Bródy János személyében, aki nem pusztán szövegíróként és nem pusztán dalszerzőként vagy előadóként jelentős, hanem bizony nagyon sokat tud arról a társadalomról is, amelyben felnőttünk, és amely olykor megbetegszik, majd kigyógyul, akkor azt gondolom, hogy nem járok messze az igazságtól. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Hát nagyon jól esnek ezek a szavak, még akkor is, ha nem feltétlenül érdemlem meg őket, de tény az, hogy nem készültem irodalmárnak. Műszaki egyetemre jártam, és a világképemet azért elsősorban a technikai tudományos szemlélet határozza meg, és valószínűleg ez átüt azokon az írásműveken is, amiket én hol zenére fogalmazok, hol meg csak magamban. Én az zeneművészekhez tartozom, és valójában az Illés zenekarban az volt az én szerepem, hogy a magyar nyelvű szövegeket megírjam, mert picit helyesbítenélek, tehát azért volt könnyű zene már az Illés zenekar előtt is, de abban a korban, amikor az Illés zenekar elkezdett működni, a magyar ifjúság nem akart magyar nyelvű könnyű zenét hallgatni. És tulajdonképpen a Leventével együtt működésünknek az a jelentősége, hogy mi írtunk először magyar nyelven, egy olyan műfajban, ami nem Magyarországon született. Mondhatnám azt, hogy ezt a nemzetközinek nevezhető globális világnyelvet, amit a rockzene jelent, ennek mi alakítottuk ki a magyar dialektusát. Mennyire volt ez tudatos? Tehát amikor szöveget írtatok, szöveget alkottatok és szólni akartatok a fiatalokhoz, akkor mennyire készültetek arra, hogy konkrétan olyan társadalmi témákat vetítsetek előre, és hogy persze olykor egy olyan közegben virágnyelven is szóljatok, amiből aztán nagyon sokan tudnak merítkezni, táplálkozni és túlélni gyakorlatilag hétköznapokat? Hát ugye szép lenne azt mondani, hogy persze kezdettől fogva, de az a helyzet, hogy miután a saját magunk által írt dalokba saját magunkat akartuk kifejezni, és olyan gondolatokat és érzelmeket fogalmazni a dalszövegekbe, ami arra a nemzedékre jellemző, aminek a tagjai voltunk, csak egy idő után vettem észre azt, hogy hát ezek beleütköznek tulajdonképpen egy olyan társadalmi képbe, amit a hivatalosság sugárzott, hogy milyennek kéne lenni az ifjúságnak, és mi egy kicsit eltértünk ettől. Bródy János 1946-ban, 34 évvel Örkény István után, de ugyanazon a napon, április 5-én született. Már a nagymamája ezoterikus barátnője is megjósolta a gyerek Bródy kezét vizsgálva, hogy nagy művész lesz belőle.
akkor persze ezt még senki nem vette komolyan. És mivel elszántan készült a villamosmérnöki pályára, ezért sokáig úgy tűnt, akár ő is lehetne a következő Puskás Tivadar. De nem lett, mert jött egy hosszú hajú lány, akit Koncz Zsuzsának hívtak, és az 1964-ben éppen érettségire készülő fiút beajánlotta az Illés zenekarnak. Azért közben még gyorsan jelentkezett a Műegyetem villamosmérnöki karára, ahol diplomát is szerzett. Az Illés majd a Fonográf zenekarban számos nagy rockslágér szerzője lett. Amikor én még kisrác voltam, Földvár felé félúton, ha én rózsa volnék, de a legendás István a királyt se hagyjuk ki. Itt benn vagyok a férfi kornyarában, és itt a képernyő közepén. De csak azért, hogy figyelmeztesselek, hogy ne felejts el feliratkozni a csatornámra, és megnyomni a kis csengőt, hogy a következő adásról sem maradj le. Balra át! 1, 2 Ha egy picit korábbra ugrunk, gyerekként nem igazán a zene érdekelt, vagy nem a dalszövegírás, nem a költészet határozta meg a mindennapjaidat, vagy gondolkodásodat, hanem ahogy te is mondtad, fizikai beállítottságú voltál. Egyébként honnan lendültél át, vagy egyáltalán mi volt az a fordulópont, amikor azt mondtad, hogy na oké, nem villamosmérnök leszek valójában, hanem az életemet annak szentelem, hogy üzeneteket közvetítsek a zene nyelvén. Hát az a helyzet, hogy nagyon fiatalon kerültem az Illés zenekarba, még az érettségi előtt, és én az egyetemet végig úgy jártam, hogy közben a zenekarban játszottam, egyre nagyobb sikerrel. És mire lediplomáztam, addigra az Illés zenekar már országosan ismert együttes volt, és hát nem is volt kétséges, hogy én nem fogok tudni elmenni napi 8 órás kezdőmérnöki munkára. Én voltam az egyetlen tinédzser, amikor bekerültem az Illés zenekarba, még 18 évesen voltam, és aztán a Koncz Zsuzsi akkori barátja, később férje, Boldizsár Miklós azt mondta, hogy hát én teljesen úgy nézek ki, mint egy félőrült tinédzser. Akkoriban jelentek meg ilyen lejáratónak szánt képek az angliai ifjú huligánokról, akik tinédzserek voltak. Szóval akkor érkezett ez a szó, ez a megjelölés a hazánkba, és aztán úgy rajtam ragadt, hogy én vagyok a tinédzser, és aztán ebből lett a tini. Hát később játszottak vele, hogy aztán már 50 éves lettem, akkor 50-i, meg mit tudom, ilyen, de most már tini bácsi, meg tini tanár, meg minden vagyok. De azt tudom, hogy a szűkebb szakmámban a régi kollégák azért gyakran így szólítanak. Nagyjából 70-es évek elejét írjuk. Szinte kezdettől fogva figyelt benneteket a hatalom, hogy hogyan ténykedtek, milyen szövegeket írtok. Te ebből mit éreztél? Tehát mit érzékeltél alapvetően? Hát, mit érzékeltem? Azt érzékeltem, hogy át kell menni a szövegeknek egy bizonyos szűrőn, és át kell, hogy menjenek ahhoz, hogy a zenekar előadhassa őket. Úgyhogy amikor voltak olyan sorok, amiket a cenzúra nem fogadott el, akkor én azt kötelességemnek éreztem, hogy elfogadható formába öntsem. De általában az volt a tapasztalatom, hogy attól, hogy visszaadtak egy szöveget és javításra köteleztek, attól általában nem lett rosszabb, csak esetleg szofisztikáltabb. És néha van is egy olyan érzésem, hogy ez a nyomás, amit te itt emlegetsz, ez tett engem igazán művészgyanús alkotóvá, mert hát hiszen meg kellett találnom azokat a formákat, ahogy a sorok között elrejthetem az üzeneteimet, szóval akaratlanul is, de közeledtem ahhoz, amit költészetnek neveznek. Jó néhány olyan emberrel hozott össze az élet, akiknek például te írtál dalokat, és volt olyan is, akiknek a nevében írtál dalokat. Miért volt szükség, hogy ezeket úgy kikerüld, vagy hogy ne a te neved? Ugye megdöbbenni Presser Gábor is annak idején, mikor kiderült, hogy Várszegi Gábor nevében valójában te írtál, ami egy egészen elképesztően nagy dolog szerintem, hogy másnak úgy írtál, hogy soha nem derül neki, ha te, nem, vagy ez valahogy nem kerül a hirtelen felszínre. Hát, igen, ez egy érdekes történet, de hát valamikor az Illés zenekar és az Omega zenekar a legfőbb vetélytársnak számított a hazai zenei életben, és aztán amikor úgy alakult, hogy az Omegán elveszítette a szövegíróját ilyen bonyolult átalakulások következtében, és éppen nyugaton nagy sikereket arattak a space rock zenei formációkkal,
Amihez egyébként én is vonzódtam, mert mindig is szerettem a science fiction regényeket és könyveket. Akkor érkezett ez a felkérés, hogy tulajdonképpen tudnék-e nekik segíteni, de hát úgy éreztem, hogy abban a helyzetben én a saját nevemmel nem vállalhatom ezt. Igaz, hogy akkor már a Fonográf zenekar létezett, de mégis úgy éreztem, hogy jobb, hogyha valaki más közvetíti ezt az alkotói folyamatot. De ez mi miatt volt? Azért, hogy etikus maradjon a dolog, vagy azért, hogy nem néz ki az jól, hogyha az ember két zenekarnak is dolgozik, vagy ez miért? Hát abban az időben ez nem nézett volna ki olyan nagyon jól. Ez olyan furcsa volt, hogy úgy éreztem, ráadásul, hogy ez egy kihívás. Akkor én már neves szövegíró voltam. És amikor az Omega felkért, akkor persze bennem volt a gyanú, hogy hát a nevem miatt kér fel. Arra voltam kíváncsi, hogy így a nevem nélkül is képes vagyok-e olyan szövegeket írni egy másik produkciónak, amivel az teljes mértékben azonosulni tud. Hiszen ennek a műfajnak az az alapszabálya, hogy az előadott szám, a dal, az mindig az előadói. Mindig azzal azonosítja a közönség, akitől hallja. Ami azt jelenti, hogy ha én másoknak írok szöveget, akkor nekem tulajdonképpen a bizonyos értelemben bele kell bújnom, igen, a személyiségükbe, úgy, hogy tőlük hitelesen hangozzon ez a dolog. És ebben az esetben tulajdonképpen az volt az izgalmas számomra, hogy tudok-e úgy Omegának szövegeket írni, hogy azt mindenki teljes természetességgel Omega daloknak gondolja. És úgy tűnik, hogy sikerült. Tulajdonképpen az önálló pályafutásom is valahogy úgy kezdődött, hogy a 70-es évek végén írtam néhány olyan dalt, ami a zenekar, hát ugye egy rockzenekar, repertoárjában már nem nagyon illett bele, és amikor a Konzsuzsinak ajánlottam, hogy talán akkor ő elénekelhetné őket, mert olyan személyesek, azt mondta, de hát ez annyira te vagy, Tini, hát ezt csak te énekelheted el. És akkor én elénekeltem ezeket a dalokat, példaképp mondjam a Filléres emlékeimet, meg a Személyigazolványt, aztán később a Földvárfel. Hát ez... Így lettem tulajdonképpen előadó művész, hogy aztán 1980-ban megjelent az első önálló lemezem, és akkor attól kezdve a dalaimnak egy bizonyos része, amiket én adok elő, azok a közönség számára is már hozzám kötődnek. A te életedben a szövegek jelentőség az hogyan áll, vagy hol áll? Tehát mi alapján válogatod meg, hogy te mit olvasol, mi az, ami hozzád szól, amiből építkezni, merítkezni tudsz? Hát nézd, elsősorban szövegírónak tartom magam, és valami olyasféle szerepben látom magam, mint a mindennapok krónikása. Mint akinek az a dolga, hogy folyamatosan jelezze, megénekelje a körülötte lévő dolgokat, történéseket, hangulatokat, és hát persze természetesen a saját magam véleményét is erről. Tehát, hogy némi nagy képviséggel a féle modern Tinódi Lantosnak érzem magam. És arra törekszem, hogy valahogy a valóságot írjam meg. A vers olyan emberi beszéd, ami a dallal, az ősi dallal rokon. Ezt már Latinovics is tudta. S valóban, sok olyan költő van, aki képes dalba illő verset írni. Petőfi Sándor, József Attila, Vörös Sándor is írt ilyeneket, és Ady Endre. Ahogy Kemény István költő fogalmazott, Ady szép volt, fiatal, bátor és új. Ha a század második felében él, talán több köze van a könnyű zenéhez, mint az írott költészethez. Brody pedig, amikor verseket zenésít meg, úgy érzi, az a feladata, hogy megtalálja azt a dallamot, amit a költők dúdolhattak, miközben írták a verset. Csak képzeljük el, mi lett volna, ha Ady és Brody egykorban, vagy akár együtt alkottak volna. Rebbenő szemmel ülök a fényben, s arra vágyom, hogy engem nézzen. Ehhez fel kell iratkozni, és megnyomni a kis csengőt, hogy találkozzunk. Nagyon sok olyan ember van, akinek a hangja
nem szól fel a fellegekbe, és borzasztóan örülnek annak, hogyha valaki megfogalmazza az ő gondolataikat is, amelyek nem olyan nagyon bonyolultak, csak éppen úgy tűnik, hogy senki nem figyel rájuk. És azt gondolom, hogy azért jönnek el a koncertekre, és azért veszik meg a lemezeket, mert azt gondolják, hogy egy kicsit én az ő hangjukat szólaltatom meg, és juttatom érvényre. Hát már amennyire lehet, mert ugye azt mondtad, hogy régen a rádióban sokat hallottad, hát ma már a rádióban nem nagyon hallhatsz tőlem dalokat. Most ez a helyzet, de azért a koncerteken még lehet hallani. Hogyne, meg az internet is ott van bárkinél, tehát gyakorlatilag ott is meg lehet hallgatni, és azért ezek elég jó hallgatott dalok. Az a társadalmi helyzet meg közeg, amiben ma élünk, ez mennyire sarkal téged új szövegek írására? Tehát nyilván az ember ugyan benne egy költő, egy dalszövegíró, egy előadó művész is, hogyha valami őt vagy nagyon bosszantja, vagy valami nagyon, nagyon szenvedélyessé teszi, akár pozitív, akár negatív irányban, az általában segíti azt a fajta alkotói munkát, amiben benne van. Te hogy vagy vele? Igen. Hát valójában dalok akkor törnek ki belőlem, amikor valami olyan érzelmi hullámot élek át, vagy annyira fölbosszant valami, vagy úgy érzem, hogy kibírhatatlan, ha nem szólalok meg, és akkor... Ilyen gyakran van? Hát, sokszor igen. De ezt a belső feszültséget feloldja az, hogyha meg tudom fogalmazni közérthető dalformátumban azt, amit érzek, akkor úgy érzem, mint hogyha feloldódna bennem. Ahogy az interneten megjegyezték, szóval halhatatlannak még nem érzem magam, de halhatatlannak már gyakran. Kicsi ez a pop szakma, és tényleg nagyon kicsi. Amiből elindultatok, ahányan voltatok, annyi felé mentetek. Nem feltétlenül az azonos állásponton vagytok társadalomképet, politikai nézetet tekintve, például Szörényi Lementével. Emberileg te hogyan élted meg azt, hogy egyébként akikkel sülve-főve együtt tudtatok lenni, és tényleg ugyanazt a dalt fújtátok lényegében, azzal ennyire hogyan lehet másképpen gondolkodni mégis a világban? Ez hogy nem ütközött ki előbb? Hát nézd, az én érzésem az, hogy abban a közegben, abban a szakmában, a könnyű zenében nagyon sokan gondolkoznak úgy, ahogy én. Ezt érzem a kollégákkal való találkozáskor. Csak a többségük úgy gondolja, hogy most egy olyan világban élünk, amikor ennek a kifejezési az nem feltétlenül előnyös. A menedzserek gyakran óvják a könnyűzenész fiatal kollégákat, hogy lehetőleg tartózkodjanak politikai gesztusként értelmezhető megjelenéstől. És az, hogy vannak, akik másképp gondolkoznak, nem is vagyok benne biztos, hogy másképp gondolkoznak, csak lehet, hogy úgy csinálnak, mintha másképp gondolkoznának, hiszen ma Magyarországon a könnyűzenében is NER kompatibilisnak kell lenni ahhoz, hogy valaki a nyilvánosság előtt érvényesülni tudjon. Mit gondolsz, azok a szövegek, és mindjárt rátérünk Ady Endre költészetére is, hogy azok a szövegek, amiket annó megírtál, és amelyek ugye bejárták az egész országot, sőt, hát országhatáron túl is mentek, abban az adott közegben, tehát a 60-as, 70-es, 80-as évekről beszélünk, társadalomképformáló erővel bírtak, azok ma mennyire tudnak hasonló erővel hatni? Tehát tud-e az ember úgy gondolni a nyíló sárga rózsára, mint ahogy az európai attitűdre, úgy, ahogy ez kell? Hát nem hiszem, hogy ma a daloknak olyan jelentősége lenne, mint a 60-as, 70-es években, amikor először jelentek meg, és a globális tömegkommunikáció először a dalokat tette minden határon túl terjeszthetővé, hiszen a dalok és a zene szűrődött, tehát először a vasfüggönyön is üzenetét hozva egy szabadabb és boldogabb világnak. De aztán a digitális korszakkal és különösen az internet elterjedésével kapcsolatban már maguk a daloknak az a jelentősége, hogy a hivatalostól eltérő üzeneteket és érzelmeket közvetíthessenek több millió embernek, ez tulajdonképpen részévé vált az általános internetes kommunikációnak.
És azt gondolom, hogy ma sem mindegy, hogy miről szól a dal, de ma már egy dalnak ma olyan jelentősége csak nagyon ritkán van, mint annak idején. Ady Endre számodra sokat jelent. Az Illés Szekerén című vers címe, az ugye a te életművedben is jelen van. Mitől ennyire meghatározó? Hát nagyon szerettem ezt a verset, ráadásul ugye több megközelítése is van a címnek, mert hát fiatal koromban fölkapaszkodtam az Illés Szekerére, az Illés Zenekar Szekerére, és az Ady versben is úgy éreztem, hogy azokról szól ez a vers, akik hát kicsit mások, mint a többiek, és ég és föld között sodródnak hazátlanul, és valamiféle küldetés tudattól vezérelve készítik és mondják a maguk igaznak hitt dolgait. 1908-ban jelent meg Ady az Illés Szekerén című kötete, amely legszebb és legjelentősebb istenes verseit tartalmazza. A címadó vers a művészlét, a kiválasztottság tudatának költeménye is. Kálvinista volt, de az Úrhoz való viszonya nem egyértelmű. Isten annyiféle, ahány versében megjelenik, sőt, egyetlen versében is ölthet többféle alakot. Ady istene ugyanis nem az egyházak által hirdetett Isten, hanem egy saját maga által teremtett, elképzelt mindenható. Az Illés Szekerén, Bródy Jánosnál pedig egy újabb jelentéstartalom. Az Illés együttese is utal. Föl, föl, fiúk, csak semmi félelem, bár zorda harc, megéri a világ, ha megízleled a YouTube csatornát. De ne felejts el feliratkozni, és megnyomni a kis csengőt, és találkozunk. Némiképp úgy éreztem, hogy én is az Illés nép közé tartozom, de kicsit hülyén hangzik. Nem, szóval egyáltalán nem. Tehát ez benne van, hogyha úgy érzed, hogy ez a fajta nép. Tehát nyilván a versnek van egy olyan fajta küldetése, tehát önmagának a versnek is, hogy a következő nemzedéknek, vagy a következő évszázad emberének gondolkodó emberének. Jaj, nagyon. Szóval a Petőfi vers a 19. századi költőihez, hogy ne fogjon könnyelműen a lampengetéshez, csak a saját fájdalmát tudja eldalolni. Meg aztán József Attilának az a sora a Születésnapomra című versben, hogy én egész népemet fogom, nem középiskolás fokon. Szóval ezek nagyon megragadtak bennem is. Nem érzem úgy, hogy erre születtem, de mégis valahogy a sors olyan helyzetbe sodort, hogy úgy éreztem, hogy helyt kell állnom. Én a magyar kultúra terméke vagyok. Én semmilyen más nyelven igazán nem átélhető dalokat írok. Hogy én ebben a kultúrában jöttem létre, én ehhez tartozom, és ezért a kultúráért némi felelősségem van, hogy ez hogy alakul. És én szeretném, hogy ez a kultúra, ez továbbra is egy európai kultúra legyen, egy nyugatos, felvilágosult kultúra. Az Úr illésként elviszi mind, kiket nagyon sújt és szeret. Tüzes, gyors szíveket ad nekik, ezek a tüzes szekerek. Az Illés nép ég felé rohan. S ha megáll ott, hol a tél örök, a Himalájak jégcsúcsain porzik szekerük és zörög. Ég és föld között bús hazátlanul hajtja őket a sors szele. Gonosz, hűvös szépségek felé száguld az Illés Szekere. Szívük izzik, agyuk jégcsapos. A föld rájuk fölkacag. S jég útjukat számva szórja be, hideg gyémánt porral a nap. Az Illés Szekerén, amely szól egyrészt nyilván a prófétáknak a sorsáról, másrészt Adinak a személyes vátesz szerepéről, tehát hogy mit szeretne egyébként elérni, és hogy neki ebben küldetése van, de a küldetéses emberekről az látható, meg érzékelhető, hogy beszélsz. Ez a fajta küldetéstudat az ott van minden egyes mondatodban, és minden egyes dalszövegedben is. Mennyire változott meg a te
egyrészt olvasási kultúrend, olyan értelemben, hogy kiket és miket akarsz olvasni az elmúlt éveben, évtizedekben. A magyar irodalomnak azt az ágát szerettem, ami talán a Szép Írók Társasága jelképez leginkább, és azokat az írókat és költőket, akikről úgy érzem, hogy hasonló módon az a törekvésük, hogy Magyarország az európai kulturális nemzetek közé tartozzon. És valami olyan érzésem van, hogy ugyan tudom, hogy a szórakoztatóipar az egy nagyon sajátságos és nagy részben nagyon üzletszerű tevékenység, de mégis ez az a kultúra, amivel a nagy néptömegek legelőször találkoznak fiatalkorukban. Én valahogy azt mondtam egy kis műszóval, hogy ilyen kompatibilis szeretnék lenni, tehát hogy olyan műveket hozzak létre, amelyek nem elriasztják a magasabb kultúrától a közönséget, hanem mint egy kinyitják számára az ajtót, lehetőséget teremtenek, hogy tovább lépjenek. Ezért is sokszor használok a dalszövegekben olyan idézeteket, amelyek persze nagy magyar íróktól és költőktől származnak. Szóval van bennem valami ilyen kis népnevelői hangulat, amit valószínűleg még gyerekkoromban szívtam magamban, amikor azért annak az ideológiának, aminek a gyakorlata olyan gyalázatos volt, azért voltak nagyon szép elképzelései arról, hogy nem butítani kell az embereket, hanem segíteni nekik, hogy ráismerjenek az igazságra. Tudom, hogy nagyon, nagyon sok tekintetben tragikus volt a Kádár korszak. De hát az olcsó könyvtárban 5 forintért bárki hozzájuthatott a remek művekhez. És hihetetlen mennyiségben olvastak az emberek, és kulturálódtak. És most az az érzésem, hogy az általános kultúra hát nagyrészt szegényíti, butítja, és mondhatnám így, hogy szofisztikált a gondolkozásra képtelenné teszi az embereket. És ez nagyon nagy baj. Nagyon nagy baj, mert az édesapám, aki közgazdász volt, de hát azért nagyon sok tekintetben éles szemmel nézett a világra. Ő egyszer azt mondta, hogy a nemzeti vagyon, amivel egy ország, egy nemzet, egy kultúra rendelkezik, annak a 80%-a a fejekben lévő tudás. És ez a tudás amortizálódik most hihetetlen mértékben. És valahogy ezt a tudást szeretném én megmenteni a jövő számára. Vannak olyan szövegeid, amik egészen ismertek, és amiket jó egy picit hogy mondjam, értelmezni is. Amikor azt írtad, hogy a fejükre is állhatnának érdekelni, nem tudnának őt. Igen, ugye ez 1965-ben egy kis táborban született ez a dal annak idején, és volt egy bizonyos táncdal és sanzon bizottság, amit egészen másképp neveztél. Mi volt a fogalom? Hát csak összevontam, sánzdal bizottságnak. Hogy ott nem voltak maradéktalanul elégedettek, és hozzá kellett tenni egy optimista kicsengést. Hogyan lehet ebből optimista kicsengést csinálni? Nem, ez úgy volt, hogy a legenda szerint az utolsó verszak az még nem volt készen, és ugye az a refrén, hogy bár tudnám hova, de hova megyek, és hát ugye abban az időkben általánosan az volt a vélemény, hogy egy szocialista fiatalnak tudnia kell, hogy hova megy. Nevetséges, hogy már ebben is ugye társadalomkritikát láttak, de mindesetre úgy kaptuk vissza a Sánzdalbizottságtól a szöveget, hogy nem kellene optimista a végkicsengés, és akkor írtam hozzá még egy verszakot, amiben kiderül, hogy most már tudom, hogy a szerelmemhez megyek, és akkor mégiscsak van valami célom az életben. Egész más most ez a világ, jobb lesz, ha végre már megérted, az idő lassan-lassan eljár feletted, ez... Ennek több olvasata van. Én azt is olvastam, hogy ez Vitrai Tamáshoz íródott. Nem, személy szerint nem. Egybeesett a dolog, mert a Vitrai Tamással volt egy kellemetlen incidens a televízióban, de amikor ez megtörtént, akkor ez a dal már készen volt. De később jelent meg, tehát mi már megírtuk, de még lemezen nem jelent meg, és amikor nyilvánosságra került, akkor sokan összekötötték ezzel. Az mi volt az incidens egyébként?
A második táncdalfesztiválra nem akartunk menni, de ezt nem árultuk el előre, és a Vitrai élő műsorban kérdezte meg a Leventét, hogy akkor ugye ott leszünk a fesztiválon, és akkor a Levente átgondolt, megbeszélt mondatokban elmondta, hogy nem, mert úgy érezzük, hogy mi másfajta zenei célokat tűztünk ki, mint amit a táncdalfesztivál képvisel, szóval nem megyünk. És akkor a Vitrai, aki arra számított persze, hogy mi azt fogjuk mondani, hogy de igen, megyünk, mert hát azért is lettünk behívva a televízióba, és egyenes adás volt, úgyhogy nem tudott szegény mást mondani, azt a rossz mondatot mondta, elvette a Leventétől a mikrofont, hogy ezzel nem a táncdalfesztivál lesz szegényebb. És akkor erre az Illés Zenekar akkori rajongótábor, ami elég jelentős volt, erre gyakorlatilag föllázott, hogy de igen, attól szegényebb lesz a táncdalfesztivál, ha mi nem vagyunk ott. Ezt aztán végül mi is megértettük, és a következő táncdalfesztiválra el is mentünk, egy nagyon jó kis dalt írtunk a 68-asra, ez volt az Amikor én még kisrác voltam című dal. 75 év, az sok is, meg kevés is. Mert nagyon sok minden ragad az emberbe benne, és szerintem, gondolom én, mert velem is így van, hogy ahogy mennek az évek, egyre több olyan dolog van, amire még inkább szeretnék fókuszálni, és amire úgy érzem, hogy van mondani való, ami még bennem ragadt. Te hogy vagy ezzel? Hát mindig újabb mondani valók törnek föl a mélységekből, és sajnos olyan mélységekből is, amelyek számomra nagyon ellenszenvesek, úgyhogy nem tudok mást mondani. Úgy érzem, hogy reagálnom kell. Úgy érzem, hogy válaszolnom kell azokra a kihívásokra, amivel a környező világ engem megtalál. És azt gondolom magamról, hogy a leginkább ezt a dalformátumokba sűrített gondolatokkal tudom megtenni. És van benned jó néhány dal, gondolom. Vannak például otthon asztalfiúba berakott dalok, amelyek nem jöttek még ki, és amelyekkel most szeretném majd azért a nagy közönség elé állni? Vannak, nem teljesen kész dalok, mondjuk így, hogy dallam, csírák, vagy a keltetőben, a számítógép keltetőjében, és hogyha van alkalom rá, és a környezeti szituáció előhívja őket, akkor szárba szökkennek. És hát persze, ha van, aki előadja őket, mert az is számít. Én magamat nem tartom különleges előadónak, inkább azt gondolom, hogy az én fellépéseimnek inkább csak azért van sikere, azért tartanak vonzónak, mert ez a költő a saját versét szavalja típusú, tehát hitelesen tudom előadni azt, amit én megírtam. De hát tulajdonképpen én egy szerző vagyok, aki örül annak, hogyha kiváló előadó művészek tárják nyilvánosság elé, amit létrehoztam, és hát nagyon nagy bánatom, hogy pár év óta már készen van egy igazi nagy kétrészes musical, amit Kocsák Tiborral írtam, Képmutatók a címe, muzikomédiának neveztük el, magyar nevet találva a műfajnak. Ez alapvetően Molière életéről szól, Mihály Bulgakov drámája nyomán, és hát ezt én nyilvánvalóan nem tudom előadni, és hát nagyon szomorúan veszem tudomásul, hogy nincs olyan színház, amelyik ezt jelen pillanatban előadná. Az a legnagyobb bánatom, hogy hiába is írok én fontos és komoly dolgokat, lassan már nincs olyan felület, ahol ez hatásosan meg tudna jelenni. De tudom, internet van, igen, a Facebookon már majdnem 300 000 követőm van, tehát azért nem maradnak titokba a gondolataim és azok a dalok, amiket írok, de hát mégiscsak zavar, hogy a közmédiában gyakorlatilag halhatatlan vagyok. Az azért erősít engem, hogy most már úgy érzem. Talán azért is, mert már nincs olyan nagyon sok hátra az életből, hogy igen, ezek a dalok túl fognak élni engem. Én nagyon köszönöm, hogy tudtam vele beszélgetni. Ez
ez mindig egy olyan felemelő pont az ember életében, amikor tudom, hogy valahol apáinknak a saját fiatal korszakának a nagy idoljai megjelennek, és azok tovább tudnak menni, és hogy te is mondtad, túlélik önmagukat. Hát én azt kívánom neked, hogy József Attila tiszta soraival, hogy arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, de mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők, szabadok, kedvesek, és mint ember, mert ez egyre kevesebb. És sziszegve se szolgáljunk, igen, ahogy esetlenek. Így van, de hogy mindig foglald el a helyed, és ülj le közénk, és mesélj, hogy ezeket a meséket meg tudjuk találni, hogy legyen még nagyon, nagyon nagy hitele annak, hogy láthatunk itt fehérek közt európait. Nagyon szépen köszönöm Bródy Jánosnak a beszélgetést, egy igazán emberi hangvételű, emberi érzelmeket és emberi gondolatokat felvonultató beszélgetésnek lehettetek a szemtanúi és fültanúi, és nagyon bízom benne, hogy ez mindenkit arra késztet, hogy ne maradjon a következő beszélgetésről sem, tehát mindenki, aki teheti, iratkozzon fel a csatornára, és hogy még nem nyomta meg a kis csengőt, akkor tegye meg azért, hogy jelezzen neki, hogyha jön egy újabb vers videó vagy beszélgetés, akkor részese lehessen. A verset, Ady Endre Illés Szekerény című versét, és természetesen a többi verset is újra vissza lehet nézni itt a csatornán, mindenkit bátorítok, hogy tegye meg, és majd jöjjön velük a következő sorok között adásba is. Erős Antónia televíziós személyiség lesz következő adásunk vendége, aki tulajdonképpen kétszer született, a második születését cukorbetegségének diagnosztizálása jelentette, akkor úgy érezte, hogy vége a világnak, azonban újra gondolta, nekivágott és egy csodálatos karrier mellett két gyönyörű iker gyermeknek is életet adott. A következő vendég a sorok között. Erős Antónia. Abban gondolkodtál, hogy te jó ég anya leszek, nekem kéne főzni a gyerekekre, mert most egyáltalán hát Erős Antóni az nem. A nő, aki oda áll, és akkor fakanál elő, krumpli hámozás is indul. Nem, erre mindig van egy nagyon cuki történetem, hogy én hogyan főzök se, hogy egyébként, de hogy... Nem is tudsz? Azt szoktam mondani, hogy amit én nagyon akarok, azt én meg tudom csinálni. De az nagyon kell akarni, és általában jól is sikerül. Nem, az volt az egyik ilyen helyes sztori, hogy a fiamnál ott volt az óvodáskori barátja, lementek az udvarunk, a társasháznak az udvarára játszani, és na mondom, jó, hát tényleg most azért valamit kéne, sütök egy pár palacsintát. És akkor feljöttek az udvarról, így benézett a konyhába a fiam, azt mondja, mama, mit csinálsz? Hát van, sütök egy-két palacsintát. Jó, de miért? Fontos, a versek mindegyike megnézhető, meghallgatható a YouTube csatornámon. Iratkozzon fel, hogy ne maradjon le! A műsor igaz történeteken alapul. Az adásban megjelenő szereplők valós személyek. A történeteik hasonlósága más emberekéhez pusztán a véletlen műve. A versek által okozott katarzisért a műsor készítői felelősséget vállalnak. A felvételben partnerünk az Erla Technopro Kft. A műsor támogatója a Blik. Simple on you. Viselj verset. Kalázdi Kerekes Kft. Belső építészet felsőfokon. Gyulai Árt. Emelj művészetet a stílusodba. Együttműködő partnerünk a Versmondó folyóirat. Hangot adunk a versnek. Magyar Versmondók Egyesülete. A dolgok változnak. A vers örök.